Nagy szeretettel üdvözlök Karcag második főterén, advent első vasárnapján, és lehet, hogy nekem van csak olyan érzésem, hogy még most volt karácsony. Még most volt az évnek vége, és hip-hop, már itt vagyunk, a karácsonyi ünnepekre készülődve, már számoljuk vissza a napokat, számoljuk vissza az időt, hogy itt van karácsony, és itt van az esztendő vége. És valahogy ugyanolyan, mint tavaly, tavaly előtt, vagy azelőtt, az a különbséggel, hogy egy évvel idősebbek lettünk. De ugyanolyan rohanás, ugyanolyan készülődés, ugyanolyan várakozással állunk az év vége, az advent és a karácsony előtt. És ilyenkor a fáradtság mellett van valami más is. Valami békesség, valami végérvényesben való hit, valami olyan hit, amelyben azt gondoljuk, hogy az örök körforgás sosem ér véget. Most van advent első napja, jön a karácsony, az új év, de hip-hop, következik a másik. Jön a következő év, majd az azt követő, a gyerekek nőnek, a férfiak öregszenek, a hölgyek ugyanolyanok, mint fiatalkorukban, mert még most is fiatalok, csak magunkon érezzük az idő múlását. És a város változik, Karcag változik. Nem olyan, mint amilyen gyermekkorunkban volt, hanem modernebb, szebb, de ugyanolyan barátságos. Ugyanolyan város, amely, ha messzire utazunk, akkor visszavár bennünket. Valami oknál fogva jó ide visszatérni. Jó elmenni is néhány napra, de sokkal jobb visszatérni, mert közössége van ennek a városnak. Mert hangulata van, mert itt jó az advent, itt jó a karácsony, és itt jó az új évet kezdeni. Mindenkinek békés áldott ünnepet kívánok, és kívánom azt, hogy amikor jövőre ugyanitt találkozunk, akkor még többen legyünk, és már ne legyen furcsa az a kifejezés, hogy a második főtéren, Karcag második központjában találkozunk, hanem tudjuk azt, hogy nekünk ünnep van, és itt a helyünk. Világon örüljenek az emberek, harangok tiszta zengő hangja, kíséljen minden éneket, kituljon el a szívet haragja, és várjuk a legszebb ünnepet. A városunkban tartózkodik testvérvárosunk, Krosno-Ozranszki delegációja, illetve Schwarzheide delegációja, Krisztóf Schmidt polgármester úr vezetésével, és nagyon nagy öröm az, hogy itt köszönhetjük őket Karcagon, advent első vasárnapján, itt töltik együtt ezt a gyönyörű hétvégét velünk, polgármester úr, tisztelettel köszöntjük. Hát tényleg nagy öröm, hogy itt vannak, együtt lehetünk, és azokról a programokról tudunk egyeztetni, amelyek majd a jövő évben közös programok lehetnek, kulturális, sport és különböző együttműködések terén, úgyhogy bízunk a további együttműködésben, és tisztelettel köszöntjük mindkét delegációt.